Sziasztok, Peti vagyok innen Rómából. Próbálok összedobni nektek egy olyan videót, ami arról szólna, hogy akkumulátor felújítás házilag. Ez a harmadik része lenne. Itt gyakorlatilag egy-két hibára hívnám fel a figyelmet. Nagyon sokan írtatok nekem, hogy sikerült az alkoholos felújítás, illetve van egy pár ember, aki megírta nekem, és biztos, hogy többen vannak, csak ennyi jutott el hozzám, hogy nem sikerült. Miért nem sikerül? Azért nem sikerül, mert ez nem jó, tehát ez felújítás, amikor már az akkumulátornak csökken az elektromos energia, elektromos áramtároló kapacitása. Ez nem azt jelenti, hogy már meghalt. Tehát ez nem a döglött akkumulátor felélesztése, hanem egy akkumulátort úgy kell nézni, különösen ha savas ólom akkumulátor, az különösen érzékeny ezekre az energiaveszteségekre élettartamban. Ezért figyelni kell, hogy 100%-os, ha megveszed a boltban, majd kitérek rá, és 70%-ra, ha lecsökken, már akkor kell neki egy alkoholos felújítás. 60-65%-nál még lehet próbálkozni. Na most mi számít mennyi százaléknak? Nem mindenkinek van otthon műszere. Ha nyáron indítod a kocsit, és egy esti lemerülés alatt, egy este állás közben elveszít annyit az elektromos áramtároló képességéből, egy autóakkumulátorról beszélek, hogy már reggel nem tudod, tehát a nyáron melegben nem tudod beindítani, akkor az azt jelenti, hogy már 50%-on vagy. Vagy 45. Bocs, ez a téli. Tehát, hogyha télen nem indul, így, akkor vagy körülbelül 45-50%-on. Ha nyáron, nagy melegben, egy esti állás alatt, ugye, mert hőmérséklet függő, tehát nyáron a nagy melegben este állni hagyod a kocsit, és reggel már nem indul, az azt jelenti, hogy már 30%-on van, 30-35%-on van a kapacitása. Az már a döglött akkumulátor kategória. Arra is van módszer, hogy hogyan lehet újra életre csiholni, úgyhogy értelmes is legyen, tehát ne csak hetekig, maximum 1-2 hónapig működjön, hanem rendesen még 1-2 évet rádobni, de akkor már szét kell szedni teljesen az akkumulátort, újra kell építeni mindenféle az ólomrácsot, be kell pasztázni újra, stb. Ennek van egy folyamata, illetve újra össze kell rakni. Nem lesz olyan utána, mint előtte. Tehát én azt mondom, hogy az autóból kiszedett és ilyen módon reparált akkumulátorok, az inkább azt mondom, hogy utána egy házi akupakba, ami mondjuk egy off-grid rendszernél van, ott lehet használni. Tehát már a rázkódást annyira nem fogja bírni, magyarán. Most is, hogy invitálok mindenkit, nagyon örülök neki, nagyon fejlődünk, a Facebookon a Szigetüzemi Napelem Használók csoportját megnyitottam jó pár hónappal ezelőtt, és tök jól fejlődik, és tök sokan vagyunk, és szuper, egyszerűen nagyon szuper, én nagyon örülök neki, úgyhogy örülök mindenkinek, aki innen oda téved, vagy onnan ide téved, tök mindegy. Ismerjük meg mások véleményét, ismerjük meg mások tapasztalatait, ki hogyan szokta csinálni. Úgyhogy itt a videónak a leírásában szintén benne lesz az elérhetősége, a Facebook link. Úgyhogy ez meg lesz. Akkumulátornak az élete, tehát az akkumulátor felújítás házilag, ugye ez a harmadik része, az élete hogy működik? Ha elmentek és vesztek egy savas ólom akkumulátort, akkor gyakorlatilag tudni kell, hogy miért fogtok venni. De ha elmentek a boltba és megvan az adott típus, amit már szeretnétek vásárolni, arra nagyon figyeljetek, hogy nézzétek meg rajta a gyártási időpontot. A gyártási időpont ne legyen egy év, hogy annál több. Ezt körülbelül próbáljátok meg úgy, hogy fél éven belül legyen, de mondjuk 7-8 hónapos még nem gáz. Amikor megveszitek ezt az akkumulátort, használat nélkül, tehát úgy, hogy hát jó, hát ki lehet próbálni, hogy működik-e, persze, tehát hogy nem ez árlatos, vagy valami ilyesmi, tehát beteszitek az autóba, de még mielőtt elkezdenétek komolyabban használni, vegyetek egy valamilyen szulfátosodás gátló folyadékot, vagy akkuregeneráló folyadékot, amit használat közben is lehet használni. Ilyen például a legtöbbet emlegetett az Akkuvit Magyarországon. És ebből olvassátok el a használati utasítást, azt hiszem fél deci vagy egy deci cellánként. Leszeded a kupakokat, ezért mondom mindig mindenkinek egyébként, hogy ne vegyetek olyat, ami, hogy mondják ezt, hogy
gondozásmentes, tehát nincsenek rajta kupakok. Minden cellához a folyadékot tudjad ellenőrizni te saját magadnak. Úgyhogy olyat vegyél, aminek van ilyen kis kitekerhető kupakja. Nézzétek meg, mert van olyan típus, aminél le van ragasztva matricával, ilyen reklámmatricánkkal, meg mindennel, lehet, hogy alatta van a kupak, nem feltétlenül van leforrasztva. De ha kitekerhető a kupak, akkor tegyetek minden egyes cellában leírásnak megfelelő mennyiségű akuvit folyadékot, például akuregeneráló folyadékot, és így gyakorlatilag megnövelitek az élettartamát, kevésbé lesz vele problémátok. Amikor ezt használjátok, hát az autóban használjátok, ugye? Akkor évente egyszer érdemes attól még egy öblítést csinálni. Tehát olyankor az öblítésnél ugyanúgy kiöblítitek egy vízes átmosást, amit mutattam a másik videómban, és akkor utána visszamegy bele a folyadék. Tehát ez az akuvites kénsav oldat, ezt visszatöltitek. Hiányozni fog a kénsav oldatból ugye utána egy körülbelül 1-2 deci, hogy azt pótoljátok, illetve egy nagyon picik egy kis akuvitet megint hozzá kell adni. Majd ilyenkor, de úgyis marad benne az üvegcsébe. Tehát ezeket el kell tenni. És akkor így gyakorlatilag akár megduplázhatjátok. Tehát az az akkumulátor, ami 3-5 évre van, az 6-10 évet fog bírni. És nem vettetek long life akkumulátort, csak egy sima egyszerű indítót vettetek, mégis bírja autóban. Akupakban ez másként működik, mivel az akupakban nem rázkódik folyamatosan, és ezért a szulfát rétegnek, a keletkező szulfát nem rázkódik le magáról a lemezkékről, a lapocskákról, mivel áll egy helybe az egész az akupakban, szigetüzemnél, ezért őt jobban oda kell figyelni. Különösen figyelni kell a pólusoknak a oxidációjára. Úgyhogy gyakorlatilag évente kétszer, amit mindig hangsúlyozok, tehát egy annyi az egész felújítási, illetve karbantartás az akupakban, hogy egyenként szépen az akkumulátorokat kiveszed az akupakból, lepucolod a pólusokat, teljesen csonttisztára, ha kell, késsel kaparod le róla egy bizonyos vastagságú réteget, nem muszáj. Ezt általában évente kétszer, tehát akkor, amikor, én úgy szoktam mondani, amikor jön a hideg, mert akkor nagyobb igénybevételnek van kitéve az akupak, tehát olyan ősszel, illetve amikor elmegy a hideg, elmegy a tél, tehát tavasszal érdemes ezt végezni. Magát a kimosást pedig, a vizes vízzel való kimosást, azt pedig én azt mondom, a tavaszra tegyétek, és akkor évente egyszer így átmossátok. Úgyhogy így nagyon-nagyon hosszúra lehet nyújtani azt az időtartamot, amivel használjátok az akupakban az akkumulátorokat, ha savasólom akkumulátort használtok. Hát lítium-ion akkumulátorokról majd amikor elérünk oda, akkor lesz az akupakokról szó, úgyhogy nem ez van. Ott teljesen más dolgok vannak. Úgyhogy hát ennyi. Úgyhogy nagyon-nagyon figyeljetek oda a döglött akut. Nem így kell felérészni, tehát döglött akunál, tehát amikor már kiveszitek az autóból, és nem indít, akkor az már nincs alkoholos felújítás, nincsen semmi, akkor az már tényleg döglött. Hát akkor azt leginkább le kell adni. Úgyhogy ennyit tudtam így mára nektek összeadni. Most jön majd egy-két olyan videó, mivel nagyon sokan megkerestek, hálózati betáplálós rendszeresek, hogy komplett házi akupakokról, és olyan szívesen néznének magyar nyelven videókat, mert nagyon nincs, és utána néztem a YouTube-on, én azt hittem, hogy van egy pár, mert annyira felkapott például a Tesla Powerwall LG Rezu, de tök mindegy, akkor csinálok, és elég komolyba úgy gondoltam, hogy egy videóban le fogom ezt darálni, de nem, több rész lesz, kettő lesz legalább, egyrészt adatokat fogok közölni, másrészt pedig egy másik videóra gondoltam magát a szerelést, mert nagyon sokan gondolkoznak abban, hogy a hálózati betáplálós rendszerüket kiegészítenék egy akupakkal, ezekkel a Powerwall-okkal. Teljesen mindegy, hogy most a Sony-t, a Panasonic-ot, a Tabucsit, vagy LG-t, vagy Teslát választotok. Nagyjából ezekre fogok kitérni, és lesz majd egy másik verzió, ez majd egy kicsit később, miután a szaldó elszámolásos videómat is megcsinálom, azt a kettőt, amit tervezek. Utána majd jönnek azok, amikor a egyéb könnyen beszerezhető, mert ezek nehezen beszerezhetők ám ezek a Powerwall-ok.
Sajnos, ugye, mert túl sokan akarnak. Ahhoz képest, amennyit akarnak, ugye, ez egy nagyon nagy problémája, ahhoz képest annyit nem gyártanak. Szóval van rá igény, egyelőre nem az. Minden esetre két dologra hívnám fel a figyelmet. Az egyik az, hogy mostanában látok egy olyan folyamatot, hogy hálózati betáplálósok nagyon elkezdtek érdeklődni olyan dolgok iránt, cégek, mérnökök, rendszertervezők és szerelők, amire egy-két éve még azt mondták, hogy mekkora hülyeség, konkrétan az akupakok. Off-grid ugyan már, civilizáció közepe, mert van hálózati áramszolgáltatás, és érdekes, jönnek a problémák, és akkor már nem. Úgyhogy érdemes belépni a Facebookon, még egyszer mondom, a szigetüzemi napelem használók csoportjába, mert ott olyan emberek vannak, akik gyakorlati tapasztalatuk van, és ezeket nem mindenféle adatokból és műszaki leírásokból szedték, hanem mi igenis már 10-15 éve van olyan köztünk, aki már 10-15 éve forrazgatja, gyakorlati tapasztalatai vannak, hogy mi hogyan működik, mibe érdemes belefogni, illetve nem. Úgyhogy köszönöm, hogy velem voltatok, legyetek itt velem legközelebb is. Jön egy-két olyan rész, ami hálózati betáplálósaknak is nagyon sokat fog segíteni. Köszönöm, hogy velem voltatok, szóljatok nekik is. Ciao a tutti, puszi mindenkinek!